Szerintem egy színész igazán jól társulatban tud működni. Nekem az életemben volt 4 évig egy nagyon jó társulatom, amikor Egerben voltam színész, és utána sokáig kerestem a helyemet, és aztán rájöttem, hogy az én formám, ahol viszont a legjobban ki tudok teljesedni, ez a szabadúszás. Viszont itt évek óta járok vissza az Orlaihoz szabadúszóként egy-egy munkára, és amikor ő előállt azzal, hogy mégiscsak legyen egy olyan konstrukció, hogy együtt szabadon, akkor nagyon boldog lettem, mert közben én itt már itthon érzem magam már egy éve legalább. Tehát egy éve nekem már olyan az Orlaihoz jönni, mintha otthon lennék, vagy mintha egy társulatban lennék, mintha egy tűrben lennék. És ez elsősorban azért van, mert biztonságban érzem itt magam. És szabadúszóként, ami egy nagyon bizonytalan életforma, közben biztonságban érezni magamat, az a legjobb, ami megtörténhetett velem. Úgyhogy én nagyon boldog voltam, amikor a Tibor előállt azzal, hogy itt lenne egy olyan csapat, akikre ő számít, vagy akikkel szeretne folyamatosan együtt dolgozni. És én azért érzem itt nagyon biztonságban magam, mert itt vigyáznak rám. Szóval én évről évre azt látom, hogy a Tibor ránk keres szerepeket, vagy pontosan tudja azt, figyel rám, hogy én most a pályámon hol tartok, és most vajon milyen szerepet kéne játszak ahhoz, hogy még jobb és tartalmasabb színész lehessen belőlem. És azok az emberek, akiket még mind felkért rajtam kívül, az meg egy garancia arra, hogy ezért ez egy nagyon jó csapat lesz. De közben megvan az a szabadságom, hogyha elhív más, vagy jön egy film, amit forgatni szeretnék, akkor mehetek. És nem a fejem fölött dönti el valaki, hogy nekem milyen legyen a következő évadom. Hanem itt van egy folyamatos párbeszéd az igazgató, tehát az Orlai és köztünk. És ez nagyon-nagyon jó dolog. Ami most rám vár itt ebben a konstrukcióban, itt az Orlainál, az első dolog, a július 7-én mutatjuk be Szentendrén a Szépen Növő Legényét, ami hát egy olyan szerep, meg egy olyan darab, amiért az ember színész akar lenni. Tehát, hogy nagyon sokféle stílusban szeretek játszani, de ez az anyag, ami miatt igazán az ember azt érezheti, hogy na ez az. És az ember életében kevés olyan lehetőség van, amikor ilyen szerepet kap, ilyen partnerekkel, úgyhogy ettől nagyon-nagyon boldog vagyok. Iszonyatosan nagy feladat lesz, és rengeteget kell vele dolgozni, de borzasztó nemes küzdelem ez, amit most mi folytatunk. Aztán vár rám egy nagyon érdekes dolog az jövő évad második felében. A Dühöngő ifjúságot Nádasdy Ádám újra fordította, és az Nomenák István fogja rendezni, ahol meg nagyon örülök. Ez 4 szereplős darab, Szabó Kimmel Tamással, Járó Zsuzsával és Ötvös Andrissal 4-en fogjuk abszolválni, ami meg egy igazi jó műhely munka lesz, és én nagyon várom azt, hogy ez a 4 ember egymásból mit hoz ki. Úgyhogy az, ami közben ott, mint karmester dolgozik velünk. És aztán lesz egy nagyon érdekes dolog, a Dömötör András, aki nekem osztálytársam volt a színművészeti nő, rendezőként dolgozik már, csak dolgozik velünk, ami egy kicsit a Bocs félrementnek a folytatása, hogy a Máté Gábor osztályosok azért itt nagy számban meg felelhetőek ebben a idézvéles társulatban, és velünk fog dolgozni az Andris, ami meg egy abszolút improvizáción alapuló előadás lesz. Az meg azért lesz nagyon érdekes szerintem, mert mi így együtt, hogy mi egy iskolából jöttünk, egy tanár, egy mesterünk volt, nagyon hasonlóan gondolkodunk, és nagyon hasonló a humorunk, a világlátásunk, és szerintem ez egy egészen különleges unikum lesz ez a munka. Mert persze az is jó, amikor az ember olyanekkal dolgozik, akik egészen más helyről jöttek, de amikor így együtt lehet azokkal, akikkel így együtt nőttem fel, hát ezt nagyon várom.